Egy felmérés szerint az Európai Unióban 9 millió edző dolgozik. Magyarországon kiemelt stratégiai ágazat a sport, a cél az, hogy minél több gyerek sportoljon. Az élsportban elért sikerek mellett az egészséges életmód és a betegségek megelőzése szempontjából is fontos a testmozgás. A sportolók mellé pedig edzőkre van szükség. A Magyar Edzők Társasága a sportért felelős államtitkárság támogatásával az elmúlt év őszén egy 9 rendezvényből álló sorozatot indított el, amely ma zárult Nyíregyházán. Nagyon sok programot tudtunk elindítani az elmúlt időszakban, pont azért, mert ugye nekünk elsődleges célunk, hogy minden gyermek sportoljon, ehhez létesítményeket fejlesztünk, hogy olyan méltó közegben legyenek a gyerekek, amit tényleg ő hozzájuk az eredményességhez biztosítani kell, és ennek megfelelően nem csak a gyermekek létszámának kell emelkedjen, hanem a maguk a pedagógusok és az edzők, akik szakembereként ott állnak mögöttük, mellettük, úgyhogy éppen ezért fel szeretnénk hívni a figyelmet ennek a hivatásnak a fontosságára, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azért lehet látni, hogy folyamatosan emelkedik az edzői létszám is. Nem véletlenül, hiszen olyan megbecsülésnek örvendenek azáltal, hogy nagyon sok programmal tudunk segíteni a sportban élőknek, hogy tényleg jönnek, és akár élethosszan tartó pályának is válasszák a szakemberek ezt a hivatást. A Magyar Edzők Társaságának elnöke elmondta, hogy az edzői pálya most már egzisztenciálisan is vonzó lehet a fiatalok számára. Csak a Magyar Edzők Társasága több mint 2 milliárd forint értékű támogatást kap, ami mindet az edzőkhöz juttatjuk el. Ma már vannak államilag foglalkoztatott edzők is, több mint 200-an, és most már az utánpótlásba is ad az állam ilyenfajta segítséget. Úgyhogy egy nagyon szép karrier lehetőség szerintem ma egy fiatalnak elindulni ezen a pályán. A Testnevelési Egyetemen 12 év szünet után ebben a tanévben ismét képeznek edzőket. A Nyíregyházi Egyetemen a tervek szerint jövőre indul majd be a képzés. Az edző alapszak keretében szakedzői diplomát a kiválasztott sportágban lehet majd szerezni. Még most körvonalazódik, hogy mely sportágokba fogjuk megpróbálni ennek, illetve ne megpróbálni, mert a próba szoktunk mondani, ez kevés. Ezt csinálni kell, tehát fogjuk akreditáltatni az edzőket, és az úszás az biztos. Még ezen kívül gondolkodunk atlétikában, labdajátékokban, de ez majd 19-ben fog igazán realizálódni, mert megemelkedett, hogy így mondjam, az edzőképzésnek a színvonala abban az értelemben, hogy az akreditáció és PhD végzettségű szakedzővel rendelkező oktató kell, aki felelős legyen, tehát a sportági edzőképzésért. Úszásban ugye van mesteredzőnk, Vajda Tamás esetében, és még a többi sportágokban is ez majd elválik, hogy hogyan fogjuk tudni biztosítani a feltételeket. A Magyar Edzők Társasága a gyakorló edzők képzésére is gondot fordít, évente mintegy 30 konferencián igyekeznek megismertetni a szakembereket a legújabb módszerekkel.